Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Alsóösről, a vasútállomásról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amit láthassátok, én itt vagyok Alsóörsön a vasútállomáson. Természetesen vonatspotting véget vagyok itten, hisz hamarosan fog érkezni a 3.30-as hörgő, onnan Balatonalmádi felől gyors vonatával, és ha minden igaz, ez a vonat ez nem fog itt megállni itt Alsóörsön. Egy biztos, hogy most abból az irányból hamarosan fel fog bukkanni a 3.30-as hörgő, és én most ezt a vonatot várom tulajdonképpen, és ezt a vonatot fogom majd így lencse végre kapni, így videót készíteni róla, ilyen olyan vonatspotting videót, hisz az én csatornámon már ilyen videók is vannak, ilyen vonatspotting videók. Hát lányok és fiúk, egy kicsit változtatunk a csatornán, egy kicsit legyen egy kis változatosság is, hogy ne csak spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videók legyenek a csatornán, hanem legyen ilyen vonatspotting videó is, és ez szerintem tök jó, mert így legalább valamilyen szinten változatos tulajdonképpen az én kis YouTube csatornám. Amúgy köszönöm szépen, hogy nézitek az én kis videóimat az én kis YouTube csatornámon, és akkor most megvárjunk a hörgőt, hogy jöjjön a 3.30-as hörgő, onnan Balatonalmádi irányából, és amit láthassátok ezen a felvételen, ugye itt vagyok Alsóörsön, a vasútállomáson, ott van az Alsóörsi vasútállomásnak a felvételi épülete, és akkor most megvárjunk, hogy megjöjjön a 3.30-as hörgő konkrétan, abból az irányból, mert onnan Balatonalmádi felől fog jönni a 3.30-as hörgő, és én most tulajdonképpen ezt várom, és ezt szeretném majd lencse végre kapni, így lespottingolni. Hát úgy látom, hogy korán kapcsoltam be a kamerát, mert ugye a vonat még konkrétan sehol nincsen, és már ott vagy, már több mint 2 perce megy ez a videó, és amit látom, még a sorompó le sincs engedve, tehát ott a kocsik még jönnek, mennek ott a sorompón át, ott a állomás vége felé, a váltókörzeten túl, mondjuk azt így nem lássátok a széles látószögvéget. Na, a lényeg az az, lányok és fiúk, hogy most megvárjunk, hogy megjöjjön a 3.30-as hörgő onnan Balatonalmádi irányából. Hát egyelőre még nem jön, tehát valószínű, hogy az van, hogy túl korán kapcsoltam be a kamerát konkrétan. Hát és most akkor várnunk kell egy kicsit, hogy megjelenjen a 3.30-as hörgő onnan Balatonalmádi irányából. Hát a vonat droid szerint már Balatonalmádiból már akkor elindult a vonat, mikor kiálltam ide a simpája mellé. Tehát már akkor elindult a vonat Balatonalmádiból. Hát most nem tudom, hogy ide, hol van a vonat, mert közül... Na, már most mondják be. Úgyhogy jön a hörgő, gyerekek, a 3.30-as hörgő, és ezt nézzétek, én ezt most itt le is filmezem néktek. És én már látom is a hörgőt, konkrétan. Tehát látom már a 3.30-as hörgőt, és át fog haladni a harmadik vágányon. Én pedig itt állok ugye a negyedik vágány mellett, tehát egy vágánnyal odébb állok, mint ahol a vonat el fog haladni. Meg egyébként is ezt a negyedik vágányt úgy tudom, hogy itt Alsóörsön nem is használják, konkrétan semmire. Na, lányok és fiúk, és akkor már jön is a 3.30-as hörgő. Hát egy kicsit megvárakoztatott engemet, meg ezt a videót, és akkor nézzük meg, hogy halad át itt Alsóörsön a 3.30-as hörgő gyors vonatával. Na, gyerekek, a 330-as hörgő áthaladt, már halad arra Balatonfüred felé, elhagyta Alsóörs vasútállomást. Így hát ez a videó konkrétan ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici!
Alsóőrsről, a vasútállomásról. Sziasztok!